Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Félmilliómadik vendég az Akvapalotában. Az Almási kastélyban az 50 ezredik látogatót köszöntötték kedd délelőtt. Több forrásból gazdálkodhatnak. Gyulán tartották az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának kihelyezett ülését. 300 milliós beruházás. A megyei kormányhivatal társadalombiztosítási főosztályának épületét fejleszték. Termál Pécs 06. A fürdővárosban játszották a hétvége legnagyobb gólarányú mérkőzését. Itt a megbocsátás hete. Számos programmal várják az érdeklődőket a Városi Könyvtárban. Kedd délelőtt megérkezett a félmilliómadik vendég az Akvapalotába, az Almási kastélyban pedig az 50 ezredik látogatót köszöntötték. Az elmúlt időszak legfontosabb turisztikai beruházásai igazolják. Gyulán nem csak múltja és jelene, jövője is van az ágazatnak. Ez a nap híre. Beszélhetek Akvapalotához, hogy önök a Akvapalota történetek 500 vendégei. Bocsánat, hogy kettő, de hozzánk el. Igen, Ezekkel a szavakkal köszöntötte Boros László Attila ügyvezető igazgató Kovács Zsoltot és Kovács Gyulát, akik a Várfürdő Akvapalotájának félmilliómodik, illetve 500 ezer egyedik vendége volt. A két szerencsés nyertes csak nevében rokon, mindketten gyulaiak, kamiont vezetnek és rendszeresen járnak a létesítménybe. Természetesen nagyon meglepte őket ez a váratlan esemény. Eredetileg ugye pihenni jöttünk, és most meglepődtünk, hogy mi lettünk a 500 ezredik látogatók. Hát mivel helyiek vagyunk, még jobban örülünk neki, hogy nem más. Elég sűrűn járunk ki a fürdőbe, hát erre büszkék vagyunk ugye, mint helyiek. A nyertesek tortát és ajándékcsomagot kaptak, melyben tiszteletjegy is volt a komplexumba. A fürdő vezetése azért is tartja mérföldkőnek ezt az eseményt, mert az Akvapalota a vártnál korábban teljesítette ezt a számot. Félmilliós látogatószám egy bő 2,5 éves létesítmény életében egy igen szép szám, úgyhogy nyáron mondjuk a kapacitásainak a határait feszegeti, télen pedig egy olyan attrakciót, egy olyan vonzerőt tud Gyula városában képviselni az Akvapalota, amely gyakorlatilag minden célcsoportnak, minden rétegének a vendégeink számára azért egy nagyon jó élményt tud nyújtani. Van egy jó hírem, hogy nem kell jegyet venniük, mert önök egy 50 ezredik látogatói. Ezek a felvételek is kedd délelőtt készültek, csak az Almási kastélyban. Itt az 50 ezredik látogatót köszöntötte Görgényi Ernő polgármester és Dombi Ildikó ügyvezető. A Tolna megyéből érkezett pár hölgy tagja elmondta, kíváncsiak voltak az ország ezen részére is. Az országnak ezen a felé még nem igen jártunk, és hát kipróbáltuk, megünnepeltük az eljegyzésünket. Úgyhogy igazából ez volt a cél, megnézni a várat. Ez a kiállítás élményeket ad, mondta Görgényi Ernő polgármester, aki kiemelte, az érdekes látnivalók vonzák a vendégeket Gyulára, mely a turizmus területén egyre jobban teljesít. Ez az 50 ezres szám minden bizakodásra okot ad a jövőt illetően, hiszen látható, hogy azok az üzleti tervek, amiket például a kastéllyal kapcsolatban megalkottunk, azok működnek a valóságban is, mint ahogy a gyulai várral kapcsolatban is működnek azok az előzetes becslések, amik a látogatószámhoz fűződnek. Így, és ez a legfontosabb, fenntartható mind a két attrakció, hiszen önfenntartó módon működik, a látogatóknak köszönhet. Az elmúlt időszak két legnagyobb turisztikai beruházása tehát sikeres, működése óta az Akvapalota érdemben járult hozzá az ágazat folyamatos bővüléséhez, a kastély pedig már az első fél év alatt is remek számokat hozott. Kedden Gyulán tartották az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának kihelyezett ülését. Elhangzott, a hazai közösségek immár harmadik éve gazdálkodnak emelkedő forrásokból. Pozitív irány az, amit a Nemzetiségi Bizottságunk elkezdett tulajdonképpen azzal, hogy különböző helyszíneken különböző nemzetiségieket látogat meg. A görögök javaslata alapján korábban Beloyannis, a szerbektől Lórév, most pedig Kreszta Traján kérésére Gyula volt a helyszíne az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsági ülésének. A parlament román nemzetiségű szószólója kiemelte, ebben az évben a honi románok egy nagyobb összeghez jutottak, ebből 150 millió forintot költenek a batonyai román iskola fejlesztésére, de jut a forrásokból Gyulára is. Folytatódik a gyulai Nikolaj Belcseszko román gimnázium beruházása.
tavasz folyamán volt itt Fülöp Attila helyettes államtitkár úr, megtekintette az épületet, és a bizottságunk egyetértve természetesen a többi nemzetiséggel 35 millió forintot nyert az ablakoknak a hát kicserélésére, mert hogy itt olyan állapotban vannak a nyílászárók, hogy ezeket mindenféleképp ki kell cserélni. A bizottság elnöke, Fuzik János kiemelte, öröm számukra, hogy immár harmadik éve biztosíthatnak jelentős anyagi támogatást a hazai nemzetiségi közösségek számára. Most már a harmadik olyan költségvetés volt elfogadva, tehát a jövő évit is beszámítva, amikor jelentősen nőtt a nemzetiségeknek nyújtandó támogatás. Ezen belül sikerült pályázati kereteket is létrehozni, és beruházási kereteket. Ebből most éppen a örömünkre a gyulai román általános iskola és gimnázium is jelentős mértékben részesül. A bizottság több tájékoztatót hallgatott meg, ezek sorában Görgényi Ernő gyulai polgármester arra emlékeztetett, hogy ez a térség a nemzetiségek békés együttélésének a helyszíne. Itt a románok is büszkék lehetnek kultúrájukra, itt el lehet helyezni a román zászlót, ugyanakkor 3 kilométerrel arrébb, a határ túloldalán hatósági üldözésnek van kitéve az, aki székely lobogót helyez ki. 300 millió forintból fejlesztik a megyei kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya épületének energetikai rendszerét. A jövő nyáron befejeződő beruházásnak köszönhetően éves szinten 25 millió forintos megtakarítás érhető el. 300 millió forint értékben fog a Luther utca 3 szám alatti társadalombiztosításnak a háza megújulni. Ezt Gajda Róbert kormány megbízott mondta azon a sajtótájékoztatón, ahol a családtámogatási és társadalombiztosítási főosztály épületének energetikai korszerűsítését jelentették be. A beruházás része annak a 7 középületi fejlesztésnek, melynek összértéke 1 milliárd forint, és ebből a legnagyobb arányú a Luther utca 3 szám alatti épület. A beruházásnak köszönhetően a földgáz fogyasztása 60, a villamosenergia fogyasztása pedig várhatóan 40%-kal csökken. 15 cm-es hőszigetelés után egy nemes vakolat réteggel, a tetőt a födém szigetelésre kerül, az összes nyílászáró cserére kerül, beleértve a bejárati ajtókkal, garázsajtókkal egyetemben. A kazánok újra cserélése történik, és a villamosáram termelésbe 2268 darabos napelem panel segít be. Szarvas Péter polgármester azért is tartja fontosnak ezt a mostani beruházást, mert ekkora volumenű fejlesztés ebben az épületben utoljára évtizedekkel ezelőtt volt. Lehet talán történelmi pillanatnak is mondani a mai sajtótájékoztatót, hiszen ilyen összegű és ilyen komoly műszaki tartalmú beruházás utoljára a 90-es évek elején volt a Luther utca 3 szám alatti épület együttesben, úgyhogy ez mindenképpen figyelemre méltó, és végső soron a belső átépítést követően a teljes külső homlokzat is meg fog szépülni. A megyei kormányhivatal a rábízott ingatlanokban egy tudatos vagyongazdálkodást valósít meg, így amellett, hogy a beruházással az itt dolgozó komfortérzete javulhat, jelentős összeget, mintegy 25 millió forintot is meg lehet takarítani éves szinten. 140 ingatlanunk van, ezek közül jó néhánynak a vagyonkezelői jogát vissza szeretnénk adni a magyar államnak, szeretnénk, hogyha a ránk bízott feladatok koncentráltan tudnának megjelenni bizonyos ingatlanokban, szeretnénk, hogyha a feladatellátás tudna csoportosulni, viszont azok az ingatlanok, amik megmaradnak, azokat meg szeretnénk, hogyha a legmodernebbek lennének. Ez a tudatosság, ez átjárja a mindennapjainkat, és nagy erőket fordítunk arra, hogy ezek a pénzek ide érkezzenek, és ezek a beruházások meg tudjanak valósulni. A napokban elkezdődött beruházás a tervek szerint jövő tavasszal fejeződhet be. Szombaton Gyulán játszották a hétvége legnagyobb gólarányú mérkőzését az NB3 középcsoportjában. A Pécs 6-0-ás győzelemmel vitte el a 3 pontot a fürdővárosból. A Pécs látogatott Gyulára az NB3 középcsoport 9. fordulójában. Márton Gábor, a vendégek vezetőedzője egy meccsre szóló eltiltása miatt nem ülhetett le a kispadra, de a gyulai edző Őze Tibor is a lelátóról nézhette végig a mérkőzést. A találkozó gyulai lehetőséggel kezdődött. Balog tört a kapu felé, majd lőtt,
de a vendége kapusa szögletre tudta tolni a labdát. Pár perccel később nagy szabadrugását fejelte a kapu fölé Stjec. Következő gyulai támadásnál hiába lőtt Stjec a kapuba, hiszen lestjelzett a partjelző. Ezután azonban már a pécsiek vették át az irányítást. Negyed óra elteltével egyre több dolguk akadt a gyulai védőknek. Előbb egy vendégszögletet követően kellett menteni a Termálnak. Nem sokkal később pedig Fellai fejesét védte Harman. A 25. A 30. És a 32. percben is Károly szabadrugása veszélyeztetett. Egy minutummal később Schmidt robogott a szélen, majd a kisnek szánt labdát Zámari lőtte messzire. A másik oldalon a 37. percben Sipos ívelését Balogh fejelte Gábor kezébe. Egy minutummal később Kis helyezett a gyulai kapu elé, majd Katona ért kézzel a labdához. Antal játékvezető 11-est ítélt, melyet Koller érvényesített. A második játékrész kezdete után nem sokkal már meg is fogyatkozott a Termál FC, miután Károllyal szemben szabálytalankodott Ferenci. Az 56. percben egy szöglet után Hadobás rúgta a labdát a kapufára, 4 minutummal később Balogh robogott a kapu felé, de lövése nem ért gólt. A 67. percben Kerekes előtt nyílt lehetőség, de a vendégkapus résen volt. A 70. percben Kónya passzolt Károlynak, aki belőtte a labdát az üres kapuba. 3 perccel később pedig Koller helyezett Károlynak, aki átemelte a harmant. 3-0. A 76. percben Károly szabadrugása nem sokkal, de elkerülte a kaput. Viszont 4 minutummal később Koller megszerezte a második gólját is. 4-0. A gólgyártás még ekkor sem ért véget. A 87. percben tovább növelte előnyét a Pécs, mikor Kónya gurította el a labdát Harman mellett. A 91. percben Turi állította be a 6-0-ás végeredményt, miután magabiztosan lőtte be szabadrugását. Várfürdő Gyulai Termál FC, PMFC 0-6. Nyilván 6-0 lett a vége, de azért nem volt ez ennyire sima mérkőzés. Voltak olyan fordulópontok, talán lehet annak nevezni, amikor vagy kapus bravúrnak nevezném, vagy mindegy minek, tehát megvolt az ellenfélnek a lehetősége egy nullnál, de az is azért, mert addig is rengeteg helyzetet alakítottunk, és azok sajnos kimaradtak, de hát úgy gondolom, hogy összességében a kiállítás után már gyakorlatilag időkérdése volt, hogy mikor rúgunk gólt vagy gólokat. A Várfürdő Gyulai Termál FC a vereség után a 16. helyen áll. Ha a játékosok annyit tudnak, akkor az elgondolkodható, hanem akkor megtalálni az okot, hogy meg kell találnunk az okot, hogy mi volt ennek a minek a következménye, mert ez mindenféleképpen az aránya, hangsúlyozom, az súlyos, mert esetleg a NB2-be törekvő Pécstől kikapni az még nem lett volna szégyen. A 2-0 után ennyire nem szed egy magára valamit adó csapatnak összezuhanni. Ennek az okait meg fogjuk keresni. Célunk a bennmaradás. A Termál FC vasárnap Dabasra látogat. A csapat következő hazai mérkőzését október 15-én a Fővárosi Pénzügyőr Sport Egyesület ellen játsza. Több programmal várja az érdeklődőket az őszi könyvtári hét. A bibliotékában ezekben a napokban tartják a megbocsátás hetét, vagyis aki most viszi vissza a lejárt könyvét, elengedik neki a késedelmi díjat. Ha valaki késedelmet halmozott föl, akkor ezen a héten elengedjük. Megkezdődött a megbocsátás hete a könyvtárban, vagyis ha valaki ezen a héten viszi vissza késedelmesen a könyvet, elengedik a tartozását. Dézsi János igazgató a korábbi tapasztalatoktól nem teljesen függetlenül hangsúlyozta. Az elveszett könyvek árát ezekben a napokban is meg kell téríteni. Most már zajlanak az őszi könyvtári hét eseményei. A több program közül is kiemelkedik az Ismeretlen Kosztolányi című irodalmi és irodalomtörténeti konferencia. Igazából Kosztolányi halálának az évfordulójához kapcsolódunk most, és Ismeretlen Kosztolányi címmel lesz az este, amelyen bemutatjuk majd valóban azt az oldalát Kosztolánynak, akit talán nem ismer annyira a nagy olvasóközönség. Az Arany Sárkány című művéről fog tartani Bengi László agyunktus, majd egy előadást Győrei Zsolt, a Szegény kisgyermek panaszai korszak verseit fogja majd vizsgálni, és Bíró Balogh Tamás a Kosztolányi dedikációkat, egy ilyen különleges témát választva fogja bemutatni, és mindezt házigazdaként kíséri majd, illetve levezeti Kis László, tanár úr, író, Bárka szerkesztője. Az őszi könyvtári hét gyulai eseményei szombaton Vetési Sándorné gyöngyfűző szakkörével zárulnak.
Elsőpről 98,3%-os többségbe kerültek a nemek Gyulán, a vasárnapi népszavazáson rövid hírek következnek. A zeneiskola épületében a gyulai átlagnál valamivel alacsonyabb volt a részvétel. Itt a 24 érvénytelen szavazat mellett 9 igent és 321 nemet számoltak össze. Gyulán a megyei átlaghoz képest néhány tizeddel magasabb, 43,58%-os volt a részvétel, a nemek itt is elsöprő, 98,3%-os többséget kaptak. A megye öt legnagyobb városában, vagyis Békéscsabán, Gyulán, Orosházán, Békésen és Szarvason az emberek legalább 43%-a elment voksolni. A városi rangú települések közül a legtöbben Mezőkovácsházán, Tótkomlóson és Kondoroson szavaztak, mind a három helyen 46% feletti volt a részvétel. A legkevesebben e települések közül Eleken, Szeghalmon, Batonyán és Mezőhegyesen járultak az urnákhoz. A falvakban Dombiratos több mint 57%-kal felfelé, Kétegyháza 33,3%-kal lefelé emelkedett ki. A nemek, Tótkomlóst kivéve, a megye összes városában 98 és 99% között voltak. A Dobszerdő együttes is koncertet adott a Muzsikál az Erdő rendezvényének keretében a Birier partján. Idén már második alkalommal csatlakozott Gyula a kezdeményezéshez, most is azzal a céllal, hogy a környezettudatos életforma irányába fordítsák a résztvevőket, az erdő, a zene, a művészet erejével. A látogatók amellett, hogy különböző zenei műsorokat hallgathattak meg, lelkükben is közelebb kerülhettek a természethez. A rendezvény időpontja sem véletlen, hiszen minden esztendő 40. hete az Erdők hete. Ez a programsorozat jó alkalom volt ennek megnyitására. A szervezők fontos szándéka még ezzel a programmal, hogy az embereket visszavigye egészen a gyökerekhez, amivel egy olyan lelkiállapotot érnek el, amiben a hétköznapi rohanásban nagyon nehezen kerülhetnek. A zenei programok mellett ismeretterjesztő előadások, erdei túrák és sportrendezvények is színesítették az események sorát. A listavezető Balmazújváros látogatott Gyulára, hogy összecsapjon a Szeged 2011 Grosics Akadémiával. A 9. percben Ivancsics ívelt előre Zádorinak, aki a határozatlan horvát mellett el tudta fejelni a labdát. A menteni igyekvő Bokros hiába csúszott be, a labda túlcsurgott a gólvonalon. A második félidőben egy elszántabbnak tűnő balmazújvárosi csapat lépett a pályára. Az 58. percben Sigér távoli próbálkozását, majd egy minutummal később pedig Zsiga lövését követően Sigér fejesét kellett fogni a szántainak. A 92. percben Virág ívelt a kapu előterébe, majd Farkas csúsztatta meg a labdát, Wulent pedig a kapu belőtte a játékszert, így kialakult a végeredmény. Szeged 2011 Grosics Akadémia, Balmasz Kamilla gyógyfürdő 1-1. A Szeged 2011 Grosics Akadémia a válogatott szünetet követően Budaörsre látogat. A csapat következő hazai mérkőzését október 22-én a Soroksár ellen játsza. Knejfel Irén a Sikeres Gyuláért Egyesület elnöke mutatta itt a szervezet közgyűlésén azt a logót, ami reményeik szerint jól kifejezi az egyesület arculatát. Ezzel is szeretnének új lendületet adni a Sikeres Gyulai díjnak, hogy az eddiginél is több jelölés érkezzen a címre. Az egyesület 2006-os megalakulásakor még a város akkori vezetői voltak a tagok, majd kiegészültek a megválasztott Sikeres Gyulaiakkal. A bizottság élén a mindenkori polgármester áll, szavazat egyenlőség esetén az ő döntése határozza meg a végleges eredményt. A tagok a jelöltek közül kell a számukra legszimpatikusabb ötöt kiválasztaniuk. Az egyesület megalakulásakor még több területen is gondolkodtak a szervezet feladatairól, de a legfontosabb cél a díj odaítélése maradt. A díjra bárki jelölhet bárkit, még az sem elvárás, hogy Gyulai legyen az illető, ám fontos, hogy tevékenységével önmaga és a város hírnevét öregbítse. A felhívást óriás plakátokkal is szeretnék népszerűsíteni, az e-mailben jelölők között pedig nyereményeket sorsolnak ki. A fűtési szezon beköszönte előtt érdemes szakemberre ellenőrizni a lakásban lévő fűtőberendezéseket. Ma arról kérdeztük az embereket, mikor tervezik az átvizsgálást. Kellemetlen meglepetések előzhetők meg azzal, ha a fűtési idény megkezdése előtt átvizsgáltatjuk a fűtőberendezéseinket. Ön mikorra tervezi ezt? Mi hagyományos fűtéssel, tehát fával tüzelünk, évente kéményseprővel átvizsgáltatjuk a kéményeinket, illetve mindez mellett mi saját magunk is a kéményt sűrűbben ki szoktuk takarítani, illetve nekünk van fönt
Füstérzékelő, illetve nem csak füstérzékelő egyúttal, hanem szénmonoxid. Igen, tehát bármikor becsipok, hogyha baj van. Mi így védekezünk, hogy nehogy baj történjen. Hát, átszoktuk. Csak az a baj, hogy mindig belefészkel a verrép. Van nagy lukú, ez a szellőző, bele tud lenni a verrébe. És milyen berendezés van? Konvektor? Konvektor. Volt vele gond idén? Hát van vele. Van, mert nem bírom legyújtani, megint szerelőt kell hívni, megint pénz. Igen, ennyim át van, köszönöm szépen, volt a szerelő, megnézte. Uh-huh. Jó. Konvektor vagy másfajta? Konvektor van. Ilyenkor tervezi, amikor bejön a hideg, vagy hogy szokott ez történni? Hát általában igen, mire bejön a hideg, addigra szoktam átnézetni őket. Volt vele probléma? Nem volt, hál' Istennek, egyet ki kellett cserélni, a másik jó volt, majdnem új volt, úgyhogy most reménykedek egy kis takarékosságba. Történelmi eseményre került sor a nagyváradi vártemplomban. Lapszemle következik. Ellenőrzik a tűzifa kereskedőket. Ellenőrzést indított a tűzifa kereskedelem területén a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte az MTI után a Behír. Az elmúlt hetek vizsgálatai alapján a leggyakoribb probléma az új típusú szállítójegy hiánya, valamint annak hibás kitöltése. Fogadd el! Mozgalom indult az akadályozottsággal élők elfogadásáért, írta az Orosz Café. A fogyatékosok közelgő világnapjához kapcsolódva olyan napot szerveznek, ahol a sérült emberek, illetve családtagjaik arról mesélnek, lelkiekben hogyan élték meg mindazt, ami velük történt. Történelmi esemény a Vártemplomban. Együtt mutattak be Szentmisét a romániai katolikus püspökök Nagyváradon, írta a Magyar Kurír. A Szentmise fő celebránsa Miguel Mauri Buendia érsek apostoli nuncius volt. Azt mondta, a liturgiában az a közösség fejeződött ki, ahogyan a papok és a hívek együtt alkotva az egyházat közösen haladnak az égi hazafelé. Javában zajlik az őszi vonulás. Különösen a nagyobb vízfelületek környékén szaporodnak fel ilyenkor a madarak, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A biharugrai halastavakon például már legalább 10 000 tőkés réce tartózkodik. Kisebb számban ugyan, de megjelentek már az első csörgő és barátrécék is. Szerdán eleinte napos, később változóan felhős hideg időben lesz részünk. Csütörtökön borongós, hideg, szeles idő várható. Szerdán eleinte napos, később változóan felhős, hideg időben lesz részünk. Említést érdemlő csapadék nem valószínű. Mérsékelt, nyugatias szél fúj. A hőmérséklet az éjszakai 5 foktól, kora délutánra 12 fokig emelkedik. Csütörtökön borongós, hideg, szeles idő várható, sokfelé esővel, helyenként jelentős mennyiségűvel. Délután északnyugaton már felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 4 és 12 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. 500 000 vendég az Akvapalotában. Az Almási kastélyban az 50 000. Látogatót köszöntötték kedd délelőtt. Több forrásból gazdálkodhatnak. Gyulán tartották az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának kihelyezett ülését. 300 milliós beruházás. A megyei kormányhivatal társadalombiztosítási főosztályának épületét fejleszték. Termál Pécs 06. A fürdővárosban játszották a hétvége legnagyobb gólarányú mérkőzését. Itt a megbocsátás hete. Számos programmal várják az érdeklődőket a Városi Könyvtárban. A Gyula TV híradóját látták. Most a kézegy és a sorsforduló, utána a pódium következik. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, az Instagramon és a gyulatelevizio.hu oldalon. További jó televíziózást kívánunk. Köszönjük figyelmüket!